Újabb népszavazási kérdésekkel állt elő a Momentum. A CEU mellett a kormányfők hivatali idejéről is megkérdeznék az embereket. Vendégünk Fekete Győr András. Törvényesen kezelték a titkos szolgálati adatokat, és nem támadták az ellenzéki politikusok családtagjait, állítja Szilvási György, a korábbi titokminiszterrel beszélgetünk. A népszavazásokról fogunk beszélgetni, illetve hát két kezdeményezés egyszerre párhuzamosan a Momentumtól. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az egyik ugye arról szól, hogy ne lehessen kétszer egymás után, mert harmadszor kettő után valaki miniszterelnök Magyarországon, ez az Amerikai Egyesült Államokban is ugyanúgy, hogy egy elnök két ciklust vihet, és aztán vissza kell vonulnia, nem is indulhat a következő választáson. Na itt jön az első csavar, hogy nálunk két egymás követő ciklusra, vagy összesen kettőre szól ez a kitétel. A népszavazásban erről kellene dönteniük az embereknek, hogy egyet értenek-e azzal, hogy egy miniszterelnök összesen kétszer lehessen miniszterelnök. Tehát ha valaki egyszer volt, akkor visszajöhet? Ha valaki egyszer volt miniszterelnök, visszajöhet. Évek ha valakit is. Már kétszer megválasztott az országgyűlés, akkor neki már nincs lehetősége harmadjára is indulni. Erről szólni az a népszavazási kezdeményezés. Ez Orbánt támadva teszi ki partvonalon kívülre, akár 2018-ban, ez addig le tud futni. Hát ennek a kezdeményezésnek két iránya van. Egyrészt a jövőre nézve meghatározza azt, hogy ne lehessen a hatalommal olyan szinten visszaélni, mint ahogy ezt egyébként az elmúlt 20 évben láthattuk. Pont Gyurcsány Ferenctől és Orbán Viktortól egyébként. És szeretnénk véget vetni annak, hogy a politika az háborúról szóljon, gyűlölködésről szóljon, meg úgy egyébként olyan hatalomtechnikai ügyeskedésekről, mint amit egyébként most a CEU kapcsán és a felsőoktatás ügyében látunk. Arról még majd beszéljünk, de ez most hogy oldja meg ezt a problémát, hogy ne a hatalomtechnikai játszmák, mindenhol azok döntenek úgyis, meg ne a különböző álláspontok egymással ütközése és a gyűlöletkeltés domináljon. Hogy? Hát például úgy, hogy ne népvezérekben és miniszterelnökökben keressen a magyar társadalom stabilitást, hanem sokkal inkább intézményekben és a demokrácia intézményeiben. Mi azt látjuk, vagy azt láttuk az elmúlt 20 évben, hogy a hatalomhoz való ragaszkodás határozott meg emberek pályáját, és a magyar politikát, és a közéletet is. Az teljesen legitim. És ami ezzel kapcsolatban felmerül, hogy most megjelent például a Momentum, tehát felnőtt egy generáció, a 89-es generáció, ami azt hirdeti magáról, hogy a következő 30 évet meg fogja határozni politikai szempontból és a társadalomban. És ez valószínűleg így lesz, mert hogy a biológia az ennek a társaságnak dolgozik. Viszont nem minden évben nő fel egy generáció, és addig van 30-40 éve egy társadalomnak, vagy egy demokráciának, és bármikor előfordulhat olyan, hogy Orbán Viktorok és Gyurcsány Ferencek ragaszkodnak a hatalmukhoz, kisajátítják maguknak a médiát, oda helyezik a barátjaikat a legfőbb ügyészi pozícióba, és a többi, és a többi. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni ebben az országban, hogy az előfordulhat. Na most, hogy egy kicsit komolyan veszük a dolgot, el tudja azt képzelni egy olyan kezdeményezés? Át tud menni a bizottságon, ugye a választási bizottságnak ezt a szabad útjára kell engednie, amelyik célzottan Orbán Viktorról szól, mert hát ez a kérdés megkerülhetetlen Orbán Viktorról szól jelen időben, múlt időben Gyurcsány Ferencről is. A Nemzeti Választási Bizottság ebben a tekintetben nem igazán érdekel minket, mert hogy valóban valószínűleg ezt nem fogják átengedni, mert ott politikailag motivált személyek ülnek ott minden bizonnyal. Viszont a kúria, ez egy egészen más kérdés. Sokszor elmondják, hogy a bírósági szervezetrendszer nem esett a magyar politika és Orbán Viktor áldozatává. És én nagyon remélem, hogy be is bizonyítják azt azok a bírák, legfelsőbb bírák, akik ott ülnek, mert hogy maguk a kérdések, amiket megfogalmazott a Momentum, azoknak át kell menniük. Tehát hogy ezek a jó kérdések. Ezeket mi megvizsgáltuk, és lehet erről beszélgetni egyébként jogi szempontból, ez egy nagyon érdekes jogi és alkotmányos felvetés, de ezek a kérdések, ezek jó kérdések, és népszavazást kell tudnunk erről rendezni és tartani. A CEU-s kérdések, ugye az a másik, ami nagyon nehezen lesz értelmezhető és átadható 8 millió választópolgárnak, mert azt gondolom, ez a CEU problémakör is nagyon nehezen megmagyarázható. Én nem gondolom. Ha lecsupaszítjuk, akkor igen, de lecsupaszítva nem mehet át egy választási bizottságon kérdésként. A kérdés meg az, hogy egyébként maga a téma az mennyire mozgatja meg az embereket, az két különböző dolog. Tehát ez nem, nem csak a CEU problémaköre, hanem ez az egész oktatás, a tudás mint olyan, a tudás az jövő Magyarországon, tehát ez egy olyan erőforrás a Magyarországnak, amiből ennek a társadalomnak rengeteg sikere származhatna,
hogyha engednénk ezt a tudást kibontakozni, és hogyha minőségi tudásra helyeznénk a hangsúlyt. A kormány ezt nem teszi meg, és egyébként ezzel a virtussal, ahogy ők lerendezték tulajdonképpen 5-6 nap alatt ezt az egész törvényt, azzal azt az üzenetet küldik mindenkinek, hogy itt jogbizonytalanságban élünk, és bármikor Orbán Viktor kénye kedve szerint, ha éppen lát egy példát Putyinnál Oroszországban, akkor szépen beemeli, és egy hét alatt átmegy. Tehát ez ugyanúgy például a vállalkozási szektornak is egy üzenet, hogy hát, srácok, nektek is félnetek kell, mert bármikor álmodik egyet Orbán Viktor, és másnap már bezár X mennyiségű vállalkozást. Az meg az ország gazdasági kilátása, és elég sok nehézséggel járhat hosszú távon, rövid távon, és az emberek életére is. Ezt talán így értik is, de ezt egy kérdésben meg lehet fogalmazni úgy, hogy mindenki egyformán értse? Van egy olyan kérdés a fejében, ami a legjobbnak számít? Tehát amire azt mondja, hogy ebben fogtuk meg a legjobban, mert több kérdést is beadtak. A kérdés is sokat számít, de azért azt látunk kell, hogy maga a népszavazás megtartása és a kérdés elfogadása között több hónap eltelik. Tehát, és ezalatt a több tehát hónap... a kampányban kell megmagyarázni. Természetesen. Hát, hogy a Momentum feladata az a Nolimpia kampányban is az volt, hogy megmagyarázzuk azt, hogy mi nem szeretnénk olyan jövőt magunknak, mint amit egy ilyen kilátástalan olimpiai szervezés jelentene. Tehát ugyanezt kell a felső oktatás kapcsán is. Az a felső oktatásról, sőt, mi több az oktatásról, mint olyanról szól ez a kérdés. Azt, hogy mi most a konkrét szövegszerű kérdés, az igazából senkit nem érdekel. Ha az MVB elkasszálja ezeket a kérdéseket, akkor van a kúria, ahogy mondta, ott nyár végére lehet nagyjából döntés, hogyha a határidős matekot tartjuk, és hát abból kell kiindulnunk. Ha a nyár végére van egy döntés, és kedvező az a döntés, akkor hogy számolnak, eljut a népszavazásig a következő országgyűlési választásig ez a kezdeményezés? El. Úgy számunkra egyébként a jogászok is, akik megnyilatkoztak a médiában ezekben a kérdésekben, és ők is azt mondták, hogy a 18-as választásokig ki lesznek írva ezek, hogyha átmegy a kúrián. Az választást formáló népszavazás lesz, akárhogy is nézzük. Hát sok szempontból is, most függetlenül attól, hogy Orbán Viktor maradhat és folytathatja, vagy sem, eredményes és sikeres a népszavazás, vagy sem, de hát egyfajta elővoksolás lesz a 18-as országgyűlési választás előtt. Az biztos, és ugye tehát Orbán Viktornak azért az a fix ideája, hogy ő a népet vezeti, ő egyfajta egységet teremtett Magyarországon. Itt lenne a lehetőség arra, hogy na, akkor konkrétan az emberek véleményt nyilvánítassanak arról, hogy ők Orbán Viktorral és az ő Magyarország vízzőjel, valami nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, szeretnénk-e tovább folytatni az utunkat előre a jövőbe, vagy sem. És ugyanez vonatkozik egyébként Gyurcsány Ferencre is. Tehát ez a két szimbolikus karakter. Igen, de azban lesz leírható ilyen módon, mert ugye Orbán Viktor a hatalmon, és a harmadik ciklus a következni egymás igen. után. Tehát ez egy nagyon jól megfogható pillanat. Így van, mindesetre, hogyha bátor ember Orbán Viktor, amit szeret magáról állítani, akkor tegyük ezt az emberek kezébe ezt a döntést. És akkor döntsenek arról az emberek, hogy szeretnének-e olyan országvezetőket, akik egyébként ciklusokon átívelően ragaszkodnak a hatalmukhoz, vagy sem. Tudja, mi a kaland ebben, hogy mi van akkor, hogyha lesz népszavazás, és ott az jön ki, hogy igen, azok elmentek, akik Orbán Viktor hívei, az a 2 millió, akire a Fidesz mindig számít, elmegy egyszer, kétszer, háromszor, sokszor, és kijön a népszavazás eredményeként, hogy a magyar nép azt szeretné, hogy Orbán Viktor a harmadik, negyedik, ötödik egymás utáni ciklusát is elkezdje. Akkor ennek az egésznek semmi teteje nem volt. Szerintem ez egy teljesen irreálisan politikai, vagy társadalmi szkifi lenne, tehát a jelenlegi helyzetben azért, azt azért ismerjük, tehát, hogy Orbán Viktornak mekkora az elutasítottsága az országban, sokkal nagyobb, mint amekkora a támogatottsága. Szerintem ennél mobilizálóbb és megmozgatóbb kérdés az nem létezik ma jelenleg a magyar politikában, és azt fel kell tennünk magunknak. És ez egy teljesen legitim kérdés. A társadalomnak döntenie kell tudni arról, hogy két ciklus. Ez az izgalmasabb kérdés politikus fejjel, ha már annak tekinti magát, a CEUS-nál izgalmasabb? Én nem vonnék, tehát nem vonnék így különbséget, tehát teljesen más a kettő. Szóval szerintem az oktatás és a tudás és az ebből fakadó jövő, amiről szól, az egy hihetetlen izgalmas és fontos kérdés. Sokkal fontosabb egyébként az, hogy most a miniszterelnök az most hány ciklusra hát keresztül állhat. Olyan viszont, országban, ahol a miniszterelnök ebben nem szól bele. Így van, viszont az embereknek a jelen helyzetben és az elmúlt 27 év politikáját tekintve, meg azt átélve, megélve, biztos vagyok benne, hogy ez legalább annyira politikailag izgalmas kérdés, mint a felsőoktatás. 200 hány ezer? 230 hány ezer lett a nolos aláírások száma? Már 266 ezer. Itt most mennyi kell? Itt 200 ezer kell. Per darab? Egész országban. De darabonként?
Hát 200 ezeret erre összehozni, hát egyik kezdeményezésre is 200, meg a másikra is, tehát ezeket nem lehet összemosni, hogy összegyűjtöttem 250 ezeret. Ja, persze, a CEU-sra, persze, így van, és azt vonjuk össze, mert ezek külön népszavazások, külön kérdések. Így van. Még akkor is mondjuk egy nap alatt le lehetne bonyolítani ezt a két népszavazást. Hát, ha a Momentum egy valamit bizonyított az elmúlt évek ellenzékihez képest, szerintem az, hogy egy ilyen népszavazást azt nagyon korrektul, nagyon profin le tud hozni, végre tud hajtani, úgyhogy semmi kétségem nincs afelől, hogy ez össze tudna. Vagy hogy ne tudna összejönni. Hát akkor meg most össze kell jönnie. Először a választási bizottság mit mond, aztán meglátjuk, hogy hát, ha szükség van, hogy a kúria mit gondol, és aztán jön a nép, az Isten adta nép. Köszönöm szépen. Jöjjön. Így van, köszönöm szépen.